kultúra rovatunkban kiállításokat ajánlunk most nektek. Somosi Rita művészet történész itt is ül velem. Na mesélj nekem ezekről a kiállításokról, kezdjük mondjuk a Ludwig Goes Poppal, amiről hoztál is nekünk egy kis füzetet. Igen, ez a Ludwig Múzeumnak most a két emeletet átfogó nagy kiállítása, amely a pop művészetét próbálja körüljárni. Ez a kiállítás a Ludwig Múzeumoknak az anyagából készült, vagy a Ludwig Múzeum gyűjteményéből lett összeállítva. Ez most a harmadik helyszín. Két Ludwig Múzeumban volt már kiállítva, és most érkezett Budapestre. Annyi különbség van, hogy a budapesti Ludwig Múzeumban a popos kiállításnak az a címe, hogy Ludwig Goes Pop plusz The East Side Story, tehát egy kicsit a West Side Story-ra reflektálva. Itt kiegészül ez a popos kiállítás a kelet-európai, illetve magyar korabeli művészettel, tehát egyfajta ilyen reflexiót mutat, hogy a nyugati popművészet mellett mi az, ami mondjuk itt keleten jelen volt. Ha jól tudom, ez a kiállítás már megnyílt, ugye? Igen, ez most már jó néhány hete látható, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó áttekintést ad a gyűjteményen belül a popművészetről, ami ugye a fogyasztói társadalomból beemelt tárgyak, szimbólumok jelennek meg, festmények, illetve installációk formájában. Egy nagyon izgalmas, nagyon befogadható, szerethető kiállítás, és azt gondolom, hogy az egész családnak nagyon érdemes elmenni. Azért is hoztam el ezt a foglalkoztató füzetet. Különböző programok is kapcsolódnak hozzá. Van ilyen szitázó műhely, ahol magunk is alkothatunk, illetve nagyon jó múzeumpedagógiai foglalkozások vannak, amihez ilyen kis füzet készült, amiben különböző feladatok vannak, feldolgozva az egész pop-art témát, és bemutatva, hogy a reklám, a fogyasztói kultúra, a hétköznapokból kiemelt szimbólumok és tárgyak hogyan jelennek meg így a művészetben, hogyan válnak a művészetnek a részévé. És emellett a kiállítás mellett látogathatunk egy másikat is, ugye, ami már szintén megnyílt. Igen, a másik kiállítás a Iskikocsis Tibor festőművésznek a Luna 1972 című kiállítása. A Iskikocsis Tibor festő, ez a kiállítás azonban egy szén rajz kiállítás, tehát itt csak rajzok vannak, nagy méretű rajzok, színrajzok. Ezeken is jellemző, ahogy így a képeken is látszik így a háttérben, így a festői szemléletmód. Ugyanakkor egy nagyon érdekes helyzet, hogy az Apollo űrhajósok, az Apollo programban az űrhajósok által készített felvételek szolgáltak így előzményül, és ezek alapján készültek ezek a rajzok. Ráadásul színnel, ugye, ami egy abszolút ilyen földi elem, és úgy készültek ezek a tájképek, amik szinte tűélesek, rendkívül részletgazdagok, és úgy próbálják megmutatni a holdat, ahogy igazából mi nem láthattuk, tehát csak fotódokumentáció alapján, tehát nagyon érdekes ez a fordulat benne. Mesélj nekem most arról a kiállításról, kérlek, aminek a szervezője is vagy. Ez az Artbázis fotókiállítás és árverés lesz. Ez december 1-én nyílik az Inda galériában. Szeptember végén halt meg egy nagyszerű magyar fotós, Telek Balázs, és ő vezette az Artbázis nevű műhelyt, ami kiállítások, workshopok, előadások helyszínéül szolgált. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy azt a szellemi örökséget, amit ránk hagyott, azt próbáljuk segíteni, illetve továbbvinni, és az Artbázisnak a programjaira, a működéseire próbálunk így forrást találni, egy ilyen jótékonysági kiállítás és árverés formájában, ahol 71 magyar fotós csatlakozott így a felhívásunkhoz, és ez az, ami december 1-től 4-éig látható, és 4-én este lesz az árverés, reméljük sikerrel, hogy a következő évnek a működését sikerüljön garantálni. És hol és mikor lesz ez megrendezve? Az Inda galériában december 1-én este nyílik, este 6 órakor, és december 1-e és 4-e között lehet majd megnézni szintén ugyanott. Remek, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és ilyen csodás programokat hoztál nekünk. Én is köszönöm.